mivel nehéz lenne bemutatni magam önöknek, de megpróbáltam egy kis betekintést engedni a mindennapjaimba. Családfőként, gazdálkodóként, lokálpatriótaként, településvezetőként, megyei képviselőként és pártvezetőként is azért dolgozok, hogy felvirágoztassuk Magyarországot, hogy a vidék élhető legyen, hogy szűkebb hazánkba, Nyugat-Nógrádba egy olyan közeget sikerüljön végre megteremteni, ahonnan a fiatalok nem elmenekülnek, hanem letelepednek, ahol az emberek nem lehorgasztott, hanem emelt fővel élik az életüket. Egy olyan térséget képzelek el, mely nem a sor végén kullog, hiszen adottságaink nem erre adnak lehetőséget. Cserháth Aláb polgármestereként, a Nógrád megyei közgyűlés tagjaként ellenszélből is sikerült eredményeket elérni, most pedig azon dolgozunk, hogy fiatal, hiteles, ambíciózus emberként az országgyűlésben tudjam kamatoztatni az eddig megszerzett tapasztalatokat és az eltökéltségemet. Az értékrendem az Isten haza család jelszóval határolhat be röviden, és azt gondolom, hogy ez nem szolgál további magyarázatra. Fiatalos lendülettel, már bizonyítva a rátermettségem, a palócokra jellemző kitartással, legjobb tudásom szerint szeretném képviselni a választókerületet és az itt élőket. Ha ön unja az elmúlt 3 évtizedben váltakozó politikai szereplőket, ha ön valódi változást akar, akkor április 3-án szavazzon a Mi Hazánk mozgalomra, szavazzon rám!